Szeptember 4-én a Kiskörös ízei főzőversenyen a Bács-Kiskun megyei önkormányzatot Kömpöc és Csólyos Pálos szakács csapata képviselte. Nagyon jó, hogy be tudjuk mutatni azokat az ízeket, amelyeket mi szeretünk, és amelyik hozzánk tartozik. El lehet mondani, hogy szerintem a környéken egyedülálló módon készítjük el a, mint a vaddisznó pörköltet, mint a birka pörköltet. Különleges ízeket fognak tapasztalni az ide látogatók. Csólyos Páloson minden évben megrendezésre kerül a Birka Pörkölt Főző Fesztiváljuk július utolsó hétvégén, ez volt a reklámhelye. Ezt a kollega majd valamikor remélem meg is köszöni részemre. Ők természetesen birkát főznek. Mi részünkről pedig vaddisznót fogunk főzni Kömpöc részéről. Egy 3 éves koca volt és 100 kiló volt élő súlyba. Van ennek a vaddisznó pörköltnek valami specialitása? Semmi. Eset annyi, hogy füstölt szalonnát szoktunk használni hozzá, kicsi majorannát, tárkonyt, és igazából alapfűszerek, só, bors, köménymag. A Csólyos Pálosról érkező csapat birka pörkölttel készült a főzőversenyre. Csólyos Páloson hagyományos, meg a környékben is. Ellentétben mi úgy főzzük, hogy mi lénékű kezdjük el főzni a pörköltet, nem öntjük föl vízzel, mint látom itt azért sokan felöntik vízzel, mi másképp kezdjük el főzni a pörköltet. Ez amit mondott, ez azt jelenti, hogy Csólyos Pároson, hogyha nagy rendezvény van, akkor birka pörkölt van mindig? Hát általában birka pörkölt van, falunapon 1500-2000 személyre szoktunk birkát főzni. A lakodalmakban is általában birka pörkölt van felénk. Nagyon ritka az a lakodalom, amikor nem birka pörkölt van. Hála Istennek hagyományosan jó hangulat van, akár a csólyospálosi, akár a kömpöci főzőcsapat kapcsán és révén itt körülöttünk. Ugye mondtam már azt, hogy sok helyre elmegyünk főzni, nagyon nagy tapasztalatunk van ebben, és nagyon jól meg tudjuk alapozni a jó hangulatot. Erről természetesen gondoskodik a megfelelő kömpöci házi pálinka is, amely állandó résztvevője az ilyen rendezvényeknek. A Kötőrúd Egyesület meghívására Hódmezővásárhelyről is érkezett főzőcsapat a versenyre. Úgy döntöttünk, hogy egy ilyen sváb káposztát csinálunk, ez jó kemény tartalmas, ugye abban az indokkal is, hogy mivel a szület most jelen pillanatban van, tehát a születi dolgozóknak azért tartalmas kaja kell, és ezért, ha egy adagot benyom valaki, abban biztos, hogy bír dolgozni, vagy annyira jó legyen, hogy nem bír dolgozni, tehát lefekszik utána. Ez egyébként jellegzetes étel? Tulajdonképpen a sváboknál jellegzetes étel, azért híjek úgy, hogy sváb, csülkös, babos káposzta. Ez az alapanyagja savanyú káposzta, füstölt csülök, nyers csülök, bab és kolbász. Ez mind össze van főzve is, és a végén kap egy paprikás súlyintást, tehát nem rántást teszünk rá, hanem rásúlyintjuk, ízesítjük és tálaljuk. Aki akar rá, az tejfölt, azt tesz hozzá, aki nem akar, az nem tesz. Tehát ez ugye ízlések és pofonok különbsége az, hogy ki hogy szereti. Nekem nagyon tetszenek ezek a ruhák. Erről mesélne nekem? Igen, ez tulajdonképpen a barokk kornak a ruhája, a szakácsok a barokk korban a főuraknak ilyen ruhába jártak. Ez onnan van, hogy a Barokk Étel Fesztiválon már mostanak 9-en, tehát végig aktív résztvevői voltunk, és ugye ott ezen a versenyen ugye korhű ruhába és korhű edényekben kell főzni. Tehát onnan ered ez a ruha. Gyergyó Szent Miklóst is képviselte egy csapat a főzőversenyen. A polgármester úr meghívására minden évben itt szoktunk lenni nála. Akkor már készültek erre az eseményre? Készültünk. Minden évben készülünk, csak sajnos kimaradt 2 évünk. És mit főznek? Szürke marra lábszár pörkölt, disznó túróval, meg vargánya gombával, meg gulyásleves, szürke marra gulyásleves. A disznó túrót már tisztáztuk a beszélgetés előtt, de hát ha a nézők nem tudják, mi az. A disznó óra, azzal túrja a földet. És abból lesz pörkölt, vagy az csak belekerül? Az belekerül. A főzőversenybe több kiskörösi közösség is benevezett, családok, baráti társaságok, de képviselték magukat a városban működő cégek, intézmények, egyesületek és a polgármesteri hivatal is. 2 bográcsban rotyog itt az étel. Mit főznek? Pacalpörköltet. Elős csonttal. Én így szeretem, tehát én így szoktam megfőzni.
tehát nem csülökke, nem körömme, hanem én ma, ha pacalpörkölt, akkor pacalpörkölt legyen és marhavelős csonta. Ha meg ha valaki akar enni csülköt vagy csülköt, akkor főzön csülökpörköltet külön, vagy ha az van, de a marhába én soha nem főzök marhapacalba disznóhúst. Olyan ritkán enni jó pacalt, gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon finom lesz. Vannak visszajelzések arról, hogy finoman főzi? Hát a rendvédelmi napon is főztünk két ugyanilyen bográccsal, még annó. Hát attól nagyobb nem kell mindaz, hogy kiürült. Két ilyen ötvenessel főztünk, és mind a kettő kiürült. Ott is volt egy csípős, meg egy nem csípős. 60-70 főre kell főzni, 30 kiló pacalt, akárad nézem, az olyan 75 főre elég, mert pacalból általában 30 dekát számolunk, 30-35-öt, ennek elégnek kell lenni. Voltak már egyébként eredmények? Hát Sió jutom még annó, de hát az nem, ott voltam, ugyanilyen ott is pacalpörkötet főztem, és ott harmadik lettem. És itt mire számít? Arra, hogy jól lakjon mindenki, és elfogyjon. Így legyen. Nem eredményre, tehát ez nem eredményű. Főzni nem az, hogy azt akarnánk mondani, hogy tud főzni. Nem tudok, hanem szeretek. Kiknek és milyen finomságokat főztök? Hát igazából Balázs fiamnak a születésnapjára főzünk, ami július 18-án volt. És van egy péntek esti foci társaság, közel 40 embert várunk, úgyhogy őnekik főzzük. Egy birka pörkölt lesz, és egy bableves. A mi ételünknek a neve az női szeszély, a fantázia név, és ebből végül egy csülökköröm pörkölt született. Van valami hagyomány ennek az ételnek nálatok? Igazából egész nyáron főztünk az egyesülettel, és még ez az étel az, ami még a nyáron nem került sorra. Kiknek főztök ma? Az egyesületünk tagjainak, a Körös Körül Nők Egyesület tagjainak, illetve az egyesület önkénteseinek. Én most per pillanat birkahúsos káposztát főzök. Birkahús és káposzta és rizs lesz benne. Tehát a szlovákoknak a főedelük a káposztás hús. Számítotok valamilyen eredményre a versenyen? Hát én ezt nem azért csinálom, én már régi főzős vagyok. Én a barátságé, a barátoknak, a szlovákok, szlovákjainknak, mert azoknak is készítsük az ételt. Eredmény, majd a zsűri eldönti. Nem volt könnyű dolga a zsűriknek, hiszen 16 csapat főztjét kellett végigkóstolniuk, majd meghozniuk a döntést. Nézzük a tálalást, az ízvilágot, a hangulatot, a készültségi fokozatokat, és ezekből próbálunk valami igazságos döntést hozni, ami nagyon nehéz, mert nagyon erős a mezőny egyébként, nagyon. Marian, számodra mi a legfontosabb? Hát igazából, hogy mi a legfontosabb, talán a vendéglátás, megmondom őszintén. Oda megyünk egy-egy csapathoz, és akkor gyakorlatilag látjuk azt, hogy milyen nagy szeretettel fogadnak minket. Nyilvánvalóan aztán megnézzük, hogy milyenek az ételek, és mindenhol találunk valami különlegességet. Most nem feltétlen a gasztronómia területén, de vagy akár egy tálalás, akár a ruha, akár az étel. Tehát mindenhol van valami különlegesség. Volt valami, amit most kiemelnél? Hogy számodra nagyon jó volt? Igen, nekem nagyon tetszettek a népviseletes ruhák, itt a mögöttem azt hiszem, itt főznek a sváb népviseletes ruhában, az nagyon tetszett. Volt, ahol maga az alapanyag tetszett, tehát találkozunk nem csak a klasszikus birka, csirke, marha pörköltökkel, hanem volt, ahol vaddisznót főznek, úgyhogy nekem az is nagyon különleges volt. Meg hát nyilván a személyek, tehát itt ugye azért Kiskörösön szinte mindenki ismer mindenkit, és nagyon sok időbe telt, mint egyáltalán körbejárt a zsűri, és minden csapatnál egy pár szót beszélgetett, ismerkedtünk, körbenéztünk. Mi kerül föl arra a jegyzetre, ami ott a kezedben van? Miket írsz föl?
Egyelőre most még csak nézzük a résztvevőket. Ez majd igazából, amikor hozzák elénk a finomságokat, akkor fogjuk ezt használni, ezt a táblát. Ugye különböző kategóriák vannak, és ezt szerint fogjuk majd pontozni a részt. Számodra mi a legfontosabb az értékelésnél? Mire figyelsz jobban? Tudom, van többféle szempontban, mi az, ami számodra fontos? Hát nekem az első benyomás, tehát amikor elém teszik, amit látok, és akkor utána nyilván jön az íz, jön az illat, úgyhogy ezeket így összességében majd a végén összegzem. Kóstoltok is egyébként? Mert még nincsenek kész az ételek. Természetesen, de ezt már az elején is meg lehet tenni. Igaz, még azzal a lapálással kell hozzáállni nyilván a kóstoláshoz, hogy még ezek az ételek nincsenek kész, illetve nincsenek beállítva a végleges ízek, de már most is sok mindent lehet szűrni abból, amilyen állapotban jelenleg a főzésnek ebben a szakaszában vannak. A legtöbb ugye bográcsos étel és a legtöbb pörkölt. Neked melyik a kedvenc pörkölted? Mert gondolom, hogy az előnyt fog élvezni. Nyilván a két részt lehet osztani, van a most jelenlévő kínálatból is már azért titkos kedvencem, nem fogom elárulni, mert azért titkos. Alapvetően én a marhát szeretem, de hát ez független nyilván a mostani versenytől. Az itteni felhozatalból annyit elárultok, hogy jelen pillanatban még a versenynek ebben a szakaszában nem egy marha a kedvencem. És de azért többi pörköltet is megkóstolod? Természetesen az összeset, már most is igyekeztem, mi is ezt mondhatom mindannyiunk nevében, megkóstolni minden készülő verseny étket, független attól, hogy éppen melyik szakaszában van a készültségi állapotának, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon erős a mezőny. Zsűri elnökként mi a legfontosabb szempont akkor, amikor körbe mész az asztaloknál? Mit nézel? Korábbi években is zsűriztem ezen a főzőversenyen. Szerintem most alaposan megnehezítette a zsűri dolgát az, hogy mindenki azt főz, amit szeretne. Ugyanis mindenki a legjobbat hozza ilyenkor. Korábban, amikor például azt mondták, az volt a feltétel, hogy káposztás ételeket kellett főzni, akkor elég nagy volt a szórás. Tehát itt viszont hát mindenki pörköltet főz, két leves is van. Úgyhogy ezeket nem lesz olyan könnyű összehasonlítani. Ez egy nagyszerű dolog ez egyébként, én minden évben várom. Tehát, mert ez összehoz az embereket, mert itt az ember elfelejti a nagy politikát, meg a nem tudom mit. Leereszt, leül, jókat eszik, jókat korcsol, és ismerkedik, és barátkozik, és ez a lényeg. A Lupták György, dr. Bamarian, Kisné-Csővári Andrea, Nagy Imre és Séfer Tamás alkotta a zsűri. Hosszas tanácskozás után meghozta a döntést a Kunság Média Nonprofit Kft. Által szervezett kiskörös ízei főzőversenyen. A legfinomabb étel kategóriában a Kőröskom Kft. Pincepörköltje végzett az első helyen. A leghangulatosabb csapat címet idén a Kötőrúd Egyesület főzőmesterei érdemelték ki. A harmadik kategóriában a péntek esti foci csapat tálalta legszebben a zsűri asztalára a babgulyását. A három kategória első helyezettjei az elektrofavorit szaküzlet, az ezüstérmesei az íz és hagyomány húsüzlet, míg a harmadik helyezettjei a Kunságszer ZRT által felajánlott díjakat vehették át a zsűritől. Külön díjként ajándékutalványt ajánlott fel Maglódi János vállalkozó, melyet a Gazdakör negyedik számú csapata érdemelt ki.